Szevasztok. Hát az van, hogy vissza, visszacseréltem itt a gépház belsejébe levő dolgokat. Visszaraktam a 11700 t az ahhoz tartozó alaplapot és az ahhoz tartozó ramot is. De most ugye az új van a fraktál dizájnban. Az NZXT az továbbra is megy eladásra. Az van, hogy a Ryzen processzorral és a Ryzen, Ryzen processzorhoz tartozó alaplappal újabb problémák jöttek elő, mégpedig az, hogy. nehezen indult újra a gép. E, probléma volt ugye az elindulással, néha, néha egy. egy problémás elindulás, egy problémás újraindítás után nem akart elindulni a gép, úgyhogy. Hát ez volt az egyik probléma. A másik pedig az, hogy nem akart tölteni a telefonom a MagSafe töltőn keresztül, amivel eddig egyik gépnél se volt probléma. Szóval az, hogy egy újraindítás után megállt a DRAM LED-nél a gép, és hiába cseréltem ki, hiába kapcsoltam ki az Expo profilt, hiába rezeteltem a BIOS-t, a probléma ugyanúgy fennállt, ez már nekem így sok volt, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, több százezerért nem új problémákat akarok megoldani, úgyhogy hát ezek a cuccok majd vissza lesznek véve, de akkor most egy máshogy fogom megoldani ezt a, ezt a problémát, ami fönnáll a 11200 kánál, ugye ez a ö, recsegő hang, miközben a videókártya óra jelet vált. Úgyhogy hát erre meg lehet csinálni azt, hogy vagy egy jack kábelen keresztül jön ki a hang az alaplapból, és akkor nem a HDMI-n keresztül leválasztom a switcheren keresztül a hangot, hanem hanem kijön az alaplapon keresztül, és úgy dugom a keverőbe, vagy egy optikai kábel szintén az alaplapból a keverőbe. Úgyhogy ilyen, ilyen workaround-okat fogunk itt eszközölni, nagy valószínűséggel, mert az, hogy most úgy gondoltam, hogy jó, akkor új alaplap, új processzor, új ramok, azok majd megoldják a problémát, hát új problémát szültek, arra nekem meg most, tehát hogy, érted, most pénzek, több százezerek mennek el, hogy megoldjunk egy problémát, korszer korszerűsítsük a gépet, és még szívni kell vele, úgyhogy Hát akkor köszönöm szépen, köszönöm szépen inkább akkor, inkább akkor más a, mások ezt a pénzt. Úgyhogy ja, hát ez van. DRAM cache-elés bekapcsolt, igen, ezt a memory context restore bekapcsoltam, kikapcsoltam, aztán volt még valami, volt még valami beállítás, ami ahhoz kapcsolódik, most így hirtelen nem jut eszembe a nevem, megnézem, ha már így szóba került. Azt mondja, hogy euh, igen, a power down, tehát a memory power down és a memory context restore, ezeket kikapcsoltam, bekapcsoltam, vagy mindkettőbe, vagy mindkettő ki, vagy egyikbe, vagy egyik nem. Ezeket szórakoztam, szüttyögtem, expo profil nélkül, expo profillal, adjuk már, most érted? <laughs> beleteszem az alaplapba a processzort, a ramot, elindítom a gépet, azt nem működik, hát ne vicceljünk már még ott szórakozni kell a beállításokkal. Mi ez? 1980? <laughs> ja, szóval, hogy így erre nekem így nincs szükségem. Úgyhogy ez, ez a történet, ez, ez a, <laughs> a a Ryzen processzorral, az új Ryzen processzorral a kalandom véget ért. Inkább most ez a régi döcögős Intel kattogós kattogós és <laughs> akadozós Intel, ez most jó lesz. Jó lesz még egy kis ideig. Majd. Majd, hogyha esetleg arra vágyom, hogy most új problémákat oldjak meg, mert éppen nincs jobb dolgom, nagyon unatkozok, akkor azt mondom, hogy jó, jöhet az új gép. Úgyhogy, hát, ezt ezt el akartam nektek mindenféleképpen mondani, csak hogyha esetleg meglepődnétek, hogy mi nem, mi nem az új Ryzen processzor van, illetve hogy szolgál az új Ryzen processzor, már nincsen, és mi nincsen, ezért nincsen.